Sziasztok, kedves nézőim! Minden repülőút egy igazi kaland. Még azok az utasok is izgulnak, mielőtt repülőre ülnének, akik már több ezer órát tudhatnak maguk mögött a levegőben. Mennyit is tudunk valójában az utasszállító repülésről? Mai videónkban néhány olyan érdekességet mutatunk be, amelyekre eddig nem biztos, hogy nagy figyelmet fordítottunk utazásaink során, de ismeretünk mégis hasznunkra válhat valamikor. Üdv a csatornánkon! Ma a repülés titkairól beszélgetünk. Vágjunk is bele! Sok utas felfigyelt már az utastér bizonyos ablakai felett lévő kis fekete háromszög szimbólumokra. Néhányan a háromszöggel jelölt üléseket William Shatner üléseknek nevezik. Az Alkonyzóna sorozat egyik epizódjában William Shatner a fekete háromszög alatti ülésről tudta figyelemmel kísérni a repülőgép szárnyán üldögélő gremlineket. De nézzük, mit is jelentenek a jelek valójában. A háromszögek azt a jelet jelölik a repülőgép utasterében, amely a legjobb kilátást biztosítja a szárnyra. A legénység a jelek segítségével gyorsan meg tudja találni a legjobb pozíciót a szárnyak, és különösen a fékszárnyak megfigyelésére. A megjelölt ablakok ezen kívül használhatók a futóművek vizuális ellenőrzésére, a szárnyak jegesedésének ellenőrzésére, vagy hajtóműhiba esetén a kiáramló füst és gázok megfigyelésére. Ha valaha is ültetek már ablak mellett repülőgépen, észrevehettetek egy kis sárga kampót a szárnyon. Biztosan ti is elgondolkoztatok már azon, mi is lehet valójában a funkciója. Ez a horog egy rendkívül fontos része a repülőgépnek, amely bizonyos körülmények között életeket menthet. A sima felületű, aerodinamikus kialakítású szárnyak komoly hátrányt jelentenek egy esetleges kényszerleszállást követő evakuálás során. A szárnyak felett elhelyezett vészkijáratokon kimászó utasok ugyanis egy rendkívül csúszós felületen kell, hogy egyensúlyozzanak menekülés közben. A kampók segítségével azonban mentőkötelek rögzíthetők maga a kampó és a vészkijárat között, amelyek bekapaszkodva az utasok meg tudják magukat tartani a szárnyon. Ti már gondolkodtatok azon, hogy miért fehér színű a legtöbb repülőgép? Miért nem színezik be teljesen repülőinket a légitársaságok? Az ok nem a fantázia hiánya vagy a spórolás, hanem főként a repülőgép szerkezetének védelme. A fehér festék visszaveri a fényt, ezáltal a nap kevésbé melegíti fel a géptestet repülés közben. Emellett a fehértől eltérő más színek ultraibolya sugárzás hatására gyorsan elhalványulhatnak. Továbbá a kék égen egy fehér színű gép sokkal jobban látható, mint más színek, mind a pilóták, mind pedig a madarak számára. Statisztikailag kimutatható, hogy jelentősen kevesebb madárral való ütközés történik egy fehérre festett repülőgéppel. A fehér szín előnye még, hogy a fehér felületen könnyebben észrevehetők a szerkezeti és felületi sérülések. Végül, de nem utolsó sorban, a légitársaságok egy fehér alapú repülőgépet könnyebben tudnak átadni egymásnak ideiglenes vagy állandó használatra. A légijármű kapitányának joga van letartóztatni bárkit a repülés során. Ehhez mindig rendelkezésre állnak bilincsek a fedélzeten. Miután egy repülőgép ajtaját bezárják, attól a pillanattól kezdve a kapitány korlátlan jogkörrel rendelkezik. Letartóztathat bárkit, pénzbírságot szabhat ki, és akár egy haldokló utas kívánságait is teljesítheti. Bizonyos légitársaságoknál bevett gyakorlat, hogy a pilótáknak különböző ételeket szolgálnak fel, amelyeket nem oszthatnak meg egymással. Ha esetleg bármi gond lenne az egyik menüvel, mindig lesz egy egészséges pilóta, aki tudja vezetni a repülőgépet. A következő kérdés, amelyre keressük a választ, az az, hogy miért kapcsolják le a lámpákat az utastérben fel- és leszálláskor. A leszállás és a felszállás a repülés két legveszélyesebb szakasza. A lámpák lekapcsolása mindenek előtt egy megelőző intézkedés. A meghagyott gyengébb tompított fény gyorsan lehetővé teszi az emberi szem számára, hogy alkalmazkodjon a sötéthez. Az utasok így nem fognak hirtelen megvakulni, ha valami történik, és sötétben vagy esetleg sűrű füstben kell az ajtóhoz menekülniük. A vészkijáratokhoz vezető utak világításai is jobban láthatóak ilyenkor, illetve a fények lekapcsolása lehetővé teszi, hogy jobban lássuk, mi történik a repülőgépen kívül. A fények tompítása emellett hozzájárul az elektromos áram megtakarításához is. A repülőgép áramforrásai a generátorok, amelyek mindig teljes kapacitással működnek. A generátorokat a hajtóművek turbinái hajtják, amelyek fordulatszámát leszállás közben csökkentik. A légitársaságok számára az utasok biztonsága a legfontosabb. Ha utasbiztonságról van szó, ilyenkor igyekeznek mindent a legapróbb részletekig átgondolni. A gépeken kívülről is nyitható kulcs nélküli WC ajtók találhatók. A WC ajtajainak zárszerkezetei általában a no smoking vagy a lavatori táblák mögé vannak elrejtve. A mechanizmus arra az esetre került beépítésre,
ha valaki hirtelen rosszul lenne a WC-ben, vagy valaki beszorulna a mellékhelység ajtaja mögé. Észrevettétek már, hogy a repülőgépek szárnyaiból kis zsinórok lógnak ki? Valójában ezeknek a látszólag jelentéktelen antennáknak tűnő tárgyaknak óriási jelentőségük van. Repülés közben a géptesten a súrlódás következtében elkerülhetetlenül felhalmozódik az elektromos töltés. Ahhoz, hogy ezt a statikus elektromosságot visszavezethessük a levegőbe, szikraközökre van szükség. A furcsa tárgyak tehát nem mások, mint feszültségelvezetők. Sajnos néha előfordul, hogy a pilóták vezetés közben elalszanak. Az Egyesült Királyságban, Norvégiában és Svédországban dolgozó pilóták körülbelül 43-54%-a beismerte, hogy volt, hogy elaludt a pilóta fülkében. A hosszú távú repüléseket teljesítő pilóták rendelkeznek pihenőidővel a fedélzeten. Ilyenkor váltásban dolgoznak, és legtöbbször hárman osztják meg egymás között a feladataikat. A pilótáknak tilos hosszú szakát növeszteniük. Vészhelyzet esetén oxigénmaszkok esnek ki a fejek feletti panelekből, mind az utasoknak, mind pedig a személyzet tagjainak. Ezeknek a védőeszközöknek szorosan az archoz kell illeszkedniük. A szakál képes megakadályozni a résmentes illeszkedést, veszélybe sodorva a pilóta életét. De van egy másik ok is. Egy szakállas pilóta ugyanis könnyen bizalmatlanságot kelthet az utasokban. És ezt az érzést nem lehet kivédeni. Nem ajánlott a piercing viselése sem. Az utasok számára egy ilyenfajta ékszer primitívséget és infantilizmust sugároz. Az emberek ezt szakmaitlansággal azonosítják. Néha azt láthatjuk, hogy a repülőgépek nyomot hagynak az égen, fehér csíkokat húznak maguk után, amelyek néha napokig odafent lebegnek. Normális ez? Biztonságosabbak a nem szétszóródó fehér foltok. Amikor egy repülőgép repül, a hajtóművéből forró gázok áramlanak a levegőbe, amelyeknek hőmérsékletük átlagban plusz 600 fok. 10 kilométeres magasságban a levegő hőmérséklete mínusz 40, mínusz 50 fok. A forró gázok ilyen alacsony hőmérséklet esetén kibocsátáskor azonnal gőzzé alakulnak. A gőz fehér csík formájában marad meg az égen, ez az úgynevezett kondens csík. És igen, ez teljesen természetes jelenség és abszolút veszélytelen. Hallottátok már, hogy a turista osztályon biztonságosabb repülni, mint az üzleti osztályon? Ez azzal indokolható, hogy az üzleti osztály ülései elől helyezkednek el, baleset esetén pedig a becsapódás leggyakrabban orral előre történik. A vészkijáratok mellett található üléseket szintén biztonságosnak tartják, habár a kutatások azt mutatják, hogy egyszerűen nem létezik olyan fogalom, hogy biztonságos ülés a repülőgépen, mert mindegyik hely egyenértékű. Az viszont nem kérdés, hogy továbbra is a repülőgép a legbiztonságosabb közlekedési eszköz. Miért festenek fehér spirálokat a repülőgép hajtóművekre? A spirál segít meghatározni, hogy a repülőgép motorja jár-e vagy nem, illetve a már mozgó spirál látványa képes elriasztani a madarakat a hajtóművektől. Amikor a repülőgép a földön áll, más repülőgépek hangja elnyomhatja a repülőgépek hajtóműveinek hangját. Emiatt előfordulhat, hogy a repülőtéri alkalmazottak, anélkül, hogy meghallanák a közelükben járó hajtómű hangját, túl közel kerülhetnek hozzá, ami akár be is szívhatja őket. A spirálra nézve viszont azonnal tudni lehet, hogy a repülőgép motorja működik-e vagy sem. Sokan első repülésük során pánikba esnek, amikor meglátnak egy kis lyukat az ablakon. Valójában a repülőgép ablakok három részből állnak, a kis lyuk pedig a középső ablakon van. A lyuk funkciója az, hogy kiegyenlítse a nyomást a panelek közötti üregben. Ha nem lenne lyuk, az ablakot egyszerűen kinyomná a törzsben uralkodó túlnyomás. Földünk légkörében a magassággal csökken a nyomás. A repülőgép és a környezet közötti nyomáskülönbség komoly és veszélyes helyzeteket okozhat. Ha egy robbanást követően hirtelen nyomáscsökkenés következik be az utastérben, az pillanatok alatt darabokra tépheti a repülőgépet. Szerencsére a dekompressziós esetek túlnyomó többsége a felület könnyebb sérülése esetén alakul ki, így a legénységnek marad ideje manőverezni. Amint a kabinban a nyomás egy bizonyos érték alá csökken, az oxigénmaszkok automatikusan kiesnek. A maszkok által szolgáltatott oxigén azonban nem az a szokásos értelemben vett oxigén, mint amilyen a búvárok palackjaiban található. Az oxigéntartályok túl nehezek és túl nagyok lennének, ezért a repülőgépen sokkal összetettebb rendszert kell alkalmazni. Az ülések feletti panelek mindegyike egy vegyi anyagok koktélját tartalmazó palackot rejt, amely koktél égésekor oxigén szabadul fel. A maszk magunk felé húzásával aktiváljuk a kémiai folyamatot, amely nem megszakítható. A rossz hír, hogy a folyamat mindössze 12-15 percre elegendő oxigént képes termelni. Egy utasszállító repülőgépbe csapó villám bizony nem gyenge idegzetűeknek való látvány. Még belegondolni is ijesztő, hogy repülés közben villámcsapás érheti a gépet. De valójában annyira félelmetes és veszélyes a villámcsapás, mint amennyire gondoljuk.
Valójában nem szokatlan eset, hogy egy repülőgép bevillámcsap. A statisztikák szerint évente 1-2 alkalommal ér villámcsapás utasszállítógépet. De hogyan tud egy utasszállító sértetlen maradni egy ilyen hirtelen áramütés után, amelynek energiája körülbelül 1 milliárd joule? Ez az energiamennyiség 4 tonna TNT felrobbantásakor szabadul fel. Tény, hogy az utasszállító repülőgépek kabinját és a kabint védő héját úgy tervezték, hogy vezessék az áramot, de a felület nem adhat át kisülést a hajózó személyzetnek, az utasoknak és az elektromos berendezéseknek sem. A kabinon kívül minden elektronika, szerkezeti csatlakozás és üzemanyagtartály további nagyon erős védelemmel rendelkezik a külső elektromos kisülések ellen. Egyszer egy repülőgépre felszállva észrevettem, hogy a pilótafülke oldalablakai nyitva vannak. Az első asszociációm a dohányzás és a szelfik voltak. Miért van szükségük a pilótáknak nyitható ablakokra? Az oldalra nyíló ablakok persze nem dohányzáshoz és nem is látványos szelfik készítése érdekében kerültek oda, sőt, nem ezeken keresztül szellőzik a repülőgép. A pilótafülke nyitható ablaka valójában egy vészkijárat. A helyzet az, hogy a pilótafülkét az utastértől egy kombinációs zárral ellátott páncélajtó választja el. Kényszerleszállás esetén ez az ajtó könnyen beragadhat. Bár erre az esetre a pilótaülés mögött van egy fejsze, de előfordulhat, hogy nem marad idő az ajtó szétvágására, egyszerűbb kinyitni az ablakot és kimászni rajta. Ha a gépet terroristák próbálják meg eltéríteni, a pilóták végső esetben az utaskabint kikerülve ezen keresztül is elhagyhatják a gépet. Terrorelhárító akció esetén pedig a kommandósok az ablakon át is bejuthatnak, majd onnan a pilótafülkén keresztül gyorsan elérhetik az utasteret. Szerencsére a gyakorlatban az ablakokat nagyon ritkán használják. Videónk már a véget ért. Ti biztonságosnak gondoljátok a légi közlekedést? Lájkoljatok és írjátok meg kommentben. Sziasztok!